Hazai éremesőt hozott a serdülő és gyerek korosztályos férfi tornászok számára kiírt Albert Kupa. Az FTC Telekom kétnapos rendezvénye ezúttal is sikeres volt. Ötödik alkalommal rendezzük meg, mindig így az ősz folyamán. Két hét múlva lesz ugyanezeknek a korosztálynak, a serdülő haladó kezdő, gyerekhaladó és a gyerek kezdő versenyzőknek a magyar bajnoksága. Úgyhogy ez egy felkészülési verseny, egy verseny lehetőség azoknak a versenyzőknek, akik a magyar bajnokságra, majd a kismesterfokú bajnokságra készülnek. Most a pandémia miatt kevesebb vendéget hívtunk, mert ugye kicsit szűkösebb itt a helyzet, hiszen ez egy munkacsarnok, de mindenképpen szeretnénk a legjobbaknak versenylehetőséget biztosítani, a Budapesti Honvéd, a Központi Sportiskola, a Győri AC és a Ferencváros versenyző indulnak most ezekbe a korosztályokba. Minden korosztályban próbálunk minőségű munkát végezni. Itt is többen vannak a serdülő válogatott keretben, ezek közül a versenyzők közül, nem csak a Fradiból, hanem a többi egyesületből. Azt kell, hogy mondjam, hogy a magyar torna utánpótlásának a legjobbé vannak most itt jelenleg, köztük nyilvánvalóan a Ferencváros versenyző is. Mi minden korosztályban szeretnénk nyerni. A gyerek kezdő csapatversenyben össze is jött az arany, de szakosztályunk további 7 medált is begyűjtött, az arany mellett 3 ezüstöt és 4 bronzot. Versenyünkön vendégként vett részt az Albert Flórián labdarúgó utánpótlás és sportalapítvány ügyvezetője Albert Magdolna, Altorjai Sándor a MAC főtitkára, illetve Berki Krisztián olimpiai bajnok, a MAC szakmai igazgatója és Balázs Krisztián szakosztályunk versenyzője, aki nemrég maga is szerepelt ezen a viadalon. Hány évvel ezelőtt még én is itt voltam és versenyeztem. Nagyon jó látni a felnövekvő ifjúságot és az, hogy ezekben a srácokban van a jövő. Bízom benne, hogy mindenkinek jól fog sikerülni a verseny, és baleset és sérülésmentes versenyzést láthatunk. Balázs Krisztián október elején műtéten esett át, egészségügyi állapotáról is kérdeztük. Jobban vagyok, köszönöm a kérdésedet. Hétfőn volt egy térdműtétem, azóta minden nap sokkal jobb a lábam, javul az állapotom. Jövő héten szerintem elkezdhetem a gyógytornát, és remélem, hogy mi hamarabb visszatérhetek a 100%-os edzés munkába. Egy ilyen műtét a fájdalmasabb, vagy az, hogy emiatt ki kell hagyni a világbajnokságot? Szerintem magabiztosan mondhatom, hogy az, hogy ki kell hagynom a világbajnokságot. Nagyon sajnálom, hogy nem lehetek ott a többiekkel. Nagyon jó formában éreztem magam, a felkészülés azon szakaszán kellett abba hagynom az edzéseket és a versenyzést, ahol leginkább nem szerettem volna. Úgy éreztem, hogy már fel vagyok készülve, és tényleg már csak menni kellett volna és versenyezni. Nagyon sajnálom, hogy ez a lehetőség kimarad. Bízom benne, hogy hosszú távon ez a jó megoldás, és remélem, hogy még sok lehetőségem lesz. Jövőre is elég hosszú évem lesz, elég korán indul a szezon, februárban már megyünk világkupázni, hogyha jól tudom. Nyáron lesz az Európa-bajnokság, és ősszel ugyanígy a világbajnokság. Hosszú szezon lesz, de remélem, hogy egészségben tudok maradni, és végig tudom csinálni. A Tetrekészség támogatója a Telekom.